Tanítványság akadályai. Mindaz, aki Krisztus követésére indul el, biztos lehet benne, hogy a menekülésnek sokféle lehetőségével találkozik. Számos lehetőség kínálkozik majd arra, hogy meghátráljon. Idegen hangok megpróbálják rábeszélni, hogy vágjon le valamit a keresztjéből. Láthatatlan hatalmak mindent elkövetnek, hogy az önmegtagadás és a teljes átadás útjától visszatartsák. Mély benyomást kelt annak a három embernek a története, akik Jézus tanítványaival lehettek volna, de más hangokra hallgattak elsősorban, és nem Krisztus hangjára. A Lukács 9:57-62 leírásaiban. Név szerint nincs megnevezve ez a három férfi, de szemtől szemben álltak Jézussal. Belső ösztönzést éreztek arra, hogy kövessék őt, de engedték, hogy valami más ékelődjék lelkük és a neki való teljes átadásuk közé. Nevezzük az elsőt, idézőjelben sietős, idézőjel úrnak. Lelkesen felkínálta magát az úrnak, hogy bárhová követi őt. Úgy látszott, semmi ilyen ár nem túl magas neki azért, és bármilyen kereszt sem túl nehéz. Nincs út, amely elriasztaná. A megváltó válasza első pillanatban úgy hangzik, mintha nem is lenne összefüggésben, sietős úr készséges ajánlkozásával. Jézus ezt mondta, idézőjel, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hová lehajtania, idézőjel bezár. Valójában nagyon is odaillő volt az úr felelete. Mintha azt mondta volna, idézőjelben, kijelented, hogy kész vagy engem mindenhova követni? De vajon arra is kész vagy-e, hogy minden kényelmedről lemondjál? A rókák több kényelmet élveznek ezen a világon, mint én. A madaraknak is van fészkük, amit sajátjuknak mondhatnak. De én otthontalan vándor vagyok, azon a földön, amit az én kezeim teremtettek. Kész vagy-e feláldozni otthonod biztonságát és követni engem? Kész vagy-e az élet megszokott kényelméről lemondani, hogy hűségesen szolgálhass nekem? Idézőjelbe zárul. Nyilvánvaló, hogy ez az ember nem volt kész erre, mert semmit sem hallunk többé róla a Szentírásban. Jobban szerette a földi kényelmet, mint a Krisztusnak odaszánt életet. A második embert lassú, idézőjelben lassú úrnak nevezhetjük. Nem magától jött, mint az első, hanem a megváltó hívta, hogy kövesse őt. Nem válaszolt elutasítóan. Nem volt érdektelen az úrral szemben. Csak egy valami volt, amit még előbb szeretett volna megtenni. De ez bűn volt. Saját kívánságát Krisztus kívánsága elé helyezte. Figyeljünk a feleletére, idézőjelben, Uram, engedd meg nekem, hogy először elmenjek, és eltemessem atyámat, idézőjelbe zárva. Nos, teljesen rendjén van, ha a fiú megadja szüleinek az őket megillető tisztességet, és ha az apa meghalt, bizonyára beleillik a keresztény hit kereteibe, hogy méltó temetést készítsen neki. De az életben különben elfogadható udvariasság,
mégis bűnné lesz, ha Krisztus érdeke elé helyezzük. Ennek az embernek igazi becsvágyát kiolvashatjuk válaszából, amely így szól: Uram, én először, idézőbe zárva, a többi, amit mondott, csak próbálkozás volt arra, hogy elrejtse valódi kívánságát, hogy saját magát előtérbe állítsa. Nyilvánvalóan nem fogta fel, hogy szavai, idézőben, Uram, én előbb, idézőbe zárva, ellentmondást és lehetetlenséget foglalnak magukba. Ha Krisztus valóban Úr, akkor ő az első. Ha a trónon ez a személyes névmás ül, hogy idézőjelbe én, tehát az én, akkor Krisztusnak nincs többé hatalma a parancsolásra. Lassú úrnak először be kellett fejeznie egy munkát, ezt tette első helyre. Ezért odaillő Jézus válasza, idézőjelben, hajd, hogy a halottak temessék el halottaikat, te pedig menj el és hirdesd az Isten országát, idézőjelbe zárom. Így is fogalmazhatnánk szavait, idézőjelben, vannak bizonyos dolgok, amiket a szellemileg halott ember éppen úgy megtehet, mint a hívő. Meglásd, hogy ne töltsd el életedet olyasmivel, amit egy hitre nem jutott ember éppen úgy megtehet. Engedd, hadd temessék el a szellemileg halottak a testi halottakat. De ami téged illet, légy hajlíthatatlan. Legyen életed fő hajtóereje, hogy az én ügyemet juttasd előre a földön. Idézőjel bezárva, úgy látszik, lassú úrnak túl magas volt ez az ár. Eltűnt az élet színpadáról a névtelen hallgatásba. Az első példa azt szemléltette, hogy az anyagiasság, kényelmesség akadály a tanítványság útjában. A második pedig azt mutatja, hogy a munka vagy a hivatás első helyre kerülhet, háttérbe szorítva a keresztény élet fő célját. Semmi rosszat sem találunk abban, ha valaki végzi hivatásszerű munkáját, még ha az nem is keresztény munka. Isten akarata az, hogy gondoskodjunk szükségleteinkről, és munkálkodjunk családunkért, de az igazi tanítványság azt parancsolja, hogy elsőként törekedjünk Isten országára és az ő igazságára, és hogy a hívő ember ne azzal töltse életét, amit az idézőben meg nem tértek éppen olyan jól, vagy még jobban el tudnak végezni. Foglalkozásunk gyakorlása csak arra szolgáljon, hogy saját szükségleteinket fedezzük, mert a keresztény ember fő hivatása Isten országának a hirdetése. A harmadik embert egyszerű úrnak nevezzük el. Annyiban hasonlít az elsőhöz, hogy ő is önként ajánlkozik az Úr követésére. A másodikhoz is hasonlít abban, hogy ugyanazokat az ellentmondó szavakat használja. Idézőjelben, Uram, én előbb, idézőjelben zárva, ezt mondja, idézőjelben, Uram, követlek téged, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek azoktól, akik a házamban vannak, idézőjelben zárva. Megint meg kell adnunk. Nincs semmi hamis a válaszában. Nincsen ellentétben Isten parancsával, hogy szeretettel részt vegyen a rokoni kapcsolatban, vagy hogy figyelemre méltassa az udvariasság szabályait, mielőtt elhagyja őket. De hát akkor miben bukott el ez az ember? Abban, hogy megengedte, hogy a gyengéd, természetes kapcsolat családjával kiszorítsa Krisztust az első helyről. Ezért mondta neki az Úr Jézus átható komolysággal, idézőjelbe:
aki az eke szarvára veti kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Más szavakkal, idézőjelben, igazi tanítványaim nem ilyen önző, puhány anyagból vannak gyúrva, mint te. Nekem olyan emberekre van szükségem, akik készek lemondani családi kapcsolataikról, akiket rokonaik iránti érzelgő szeretetük nem térít el tőlem. Olyanokra, akik engem tesznek első helyre az ő életükben. Idézőjelbe zárva. Tehát fel kell tételeznünk, hogy egyszerű úr elhagyta Jézust, és szomorúan ment tovább az útján. Becsületes szándéka, hogy tanítványja legyen, széttört a kellemes családi kötelékek szikláján. Talán egy síró anya zokogta el, idézőjelben, összetöröd anyád szívét, ha kimégy a misszió mezejére. Idézőjelbe zárva, nem tudjuk. Csak annyit tudunk, hogy a Biblia kegyesen eltekint attól, hogy ennek az elcsüggett embernek a nevét említse, aki, miközben hátra tekintett, élete legnagyobb lehetőségét mulasztotta el, és megérdemelte ezt a sírfeliratot, idézőjelben, nem alkalmas Isten országára, idézőjelbe zárva. Ez tehát a tanítványság három fő akadálya, amit ez a három ember mutat be nekünk, akik nem voltak készek végigjárni az utat Jézussal. Sietős úr a földi kényelem szeretetéből. Lassú úr első helyre tette foglalkozását vagy hivatását. Egyszerű úr pedig a gyengéd családi kapcsolatoknak adott elsőbséget. Az Úr Jézus ma is hív, mint mindig is hívott embereket arra, hogy bátran és odaadottan kövessék őt. A meghátrálás kísértése még mindig megvan, és kérő szavakkal fordul hozzánk. Idézelben, kiméld hát magad, távol legyen tőled. Idézel bezárva. Csak kevesen készek arra, hogy így válaszoljanak. Keresztedet hordozom, Jézusom. A bűnt és a világot elhagyom. Szívesen szenvedem az üldözést, hisz drága véret hullott lelkemért. Igaz ugyan, most megvet a világ, te nem hagysz el soha, legjobb barát. Add, rejtőzzem el benned teljesen, halott legyek a világnak, és nekem. Csak te vezess, irányíts egyedül, tiéd vagyok, s szívem örül. Ha elhagynának is barátaim, te megtartasz kegyelmed útjain. Gyűlölhet most már az egész világ, szereteted szívemnek enyhet áld. Amen.